halasztenyésztés úgy jött, hogy először törpe tacskót vettem 2017-ben, és ugye hát tacskóhoz ugye kell valami, ami megőrzi. Ugye akkor legyen nagy testű kutya, ugye, mert azt tudja megőrizni, de milyen, mi legyen? Hát magyar fajta, hát akkor legyen kuvasz. Ugye eleve hallottuk, hogy kevés ugye az egyedszám, és akkor ezzel segítsünk a fajtának, és akkor így tenyésszünk kuvaszt is. A kuvasz egy ugye őrzővédő fajta, alapjába véve pásztorkutya, de ugye ez a feladata már ugye, mivel ugye a pásztorkodás megszűnt, ugye hát csökkenőben van, ezért telepek, családi házak őrzésére szokták használni, ugye ezért is jó a kuvaszolja program, mert ugye ez segít visszahelyezni az eredeti környezetébe a kuvasz, hogy ez az ösztöne ne halljon ki, ugye ez a pásztor ösztöne, és ugye megmaradjon. Gondolkodtunk rajta, hogy kellene kutya, kellene, de halaszgattuk a dolgot, és idén, egy 3 hónappal ezelőtt, a tanyánktól nem messze, járt a medve 3 kilométerre, riasztottak bennünket, hogy ott van a medve. Hát én akkor nagyon megijedtem, tehát én egy hétig nem mertem kimenni, meg az állatainkat, van most 25 kecskénk, egyszerűen nem mertem őket sem kivinni, és akkor döntöttünk úgy a férjemmel, hogy mindenképpen kell egy kis kutya, akit fel tudunk nevelni arra, hogy igazi őrző legyen. És én emlékeztem erre a kuvaszőr programra, akkor vettük fel az Ábrahámmal a kapcsolatot. Ő most kislány, és akkor tavasszal fog jönni egy kiskan. Mivel Magyarországon nincsen még kompenzációs rendszer, és megjelentek a nagy ragadozók az elmúlt évtizedekben, és 2016-ban megkezdődtek az első ragadozókhoz tulajdonítható károkozások, ezért kuvasztenyésztőként, vadgazda mérnökként úgy döntöttem, hogy a saját kuvaszaimat kihelyezem nyájak mellé, és kezdem ezt a kuvaszőr nagy ragadozó védelmi programot. Részben ennek volt egy előzménye, egy erdélyi program, a kuvaszok és nagy ragadozók természetvédelmi program, ahol számomra bizonyosságot nyert, hogy a kuvaszok 21. század kuvasza alkalmas nyájőrzésre, úgyhogy ezért mertem itthon Magyarországon elkezdeni ezt a programot. Nem sok ilyen jó gyakorlatias kezdeményezés van a nagy ragadozókkal kapcsolatban itthon, mint ez a kuvaszőr program. Ugye a kuvaszőr programnak is, meg a WWF Magyarországnak is hasonlók a céljai, hogy prevencióval, kármegelőzéssel próbálja elősegíteni a nagy ragadozókkal történő együttélést, a Bükki Nemzeti Park igazgatósága is villanypásztorokat tud biztosítani adott esetben a gazdák számára. Addig a kuvaszőr program az nagy testű őrkutyákat biztosít, és gyakorlatilag ennek a kettőnek a kombinációjával nullára csökkenthető a ragadozó általi kártétel. És a Eurolodge Carnivores Life program, amiben mi is dolgozunk, az 2022 év elejéig tart, az pont az ilyen jó gyakorlatokat próbálja népszerűsíteni. Úgyhogy úgy kerültünk a Szép Ábrahámmal is, a kuvaszőr programmal is kapcsolatban, hogy az ő eredményeiket próbáltuk népszerűsíteni és segíteni ezt a jellegű kármegelőző munkát. 2 évvel ezelőtt átálltam a juhokra, kicsit féltem ettől, és úgy voltam vele, hogy valamilyen kutyákat kell, őrzővédő kutyákat a juhok mellé szereznem, és kapcsolatba kerültem a Ábrahámmal. Kapcsolatban van a Magyarországon több kovasztenyésztővel. Így kaptam én is a két kutyámat, két cukát, és azóta működik is a dolog, úgy gondolom. Hát nálam még nem fordult elő közvetlenül farkas vagy medve, de a közelemben egy 10 kilométer is már úgy légvonalban novák itt van, vagy keresztes, mátraverebé még közelebb, úgyhogy emiatt is kezdtük el ezt az egész programot. Inkább még jámborok is, mondjuk nem tudom, a kanok, lehet, hogy kankuvasz keményebb lenne. Az anyabirkákkal is mondom, összeszoktak kölyökkoruk óta, és még van olyan, hogy megbökült az anyabirk, arrébb teszi, még csak vissza se kap, tehát abszolút nem vadak. Nekem 3 gyermekem van, és a kicsik akkor is összeszoktak velük is, tehát kölyökkoruk óta. Úgyhogy végül is szocializálódtak itt.